Na most már is Rájnak jó voltából egyre több a gyors utazási pontunk, aminek nagyon örülök. És akkor most már bejövünk ide, és egy elnyomunk egy imát, hol volt? Itt volt valahol ez a kis... Nem volt itt, de itt volt. Kérünk szépen egy stamina negyedet. Az azért elég kemény tényleg, hogy ez négybe kerül. Ez lehetne egy kicsit ócsóbb. Főleg úgy, hogy azt hiszem tényleg egy negyedet ad csak. Köszönjük szépen. Hát legalább már ennyivel előrébb vagyunk. Jó, hát szerintem egy-két shrine-t még megpróbálok lenyomni. És addig is legalább egy picit boostoljuk a karakterünket. Nyilván minél több a HP és minél több a stamina, annál könnyebben tudunk majd kalandozni. Közeledek a következő shrine-hoz, és itt ismét van valami béluka, aki itt neki van feszülve ennek a... Nem, azt hittem valami kötéllel neki van ennek feszülve. Ja igen, meg egyébként lehet, hogy a mamikához is vissza kell mennem, mert hogy most már van ez a kis sárkányrepülőm, és lehet, hogy úgy már meg is tudom csinálni a kérését, mert amúgy csak lezuhantam. Így, jól néz ki. Oda kéne beugranom? Kösz, de nem kösz. Joshua. Hol van Joshua? Hát jó. Majd te ugorjál be oda, jó? Én nem szeretnék. Nézzük, hogy itt van-e valami kereskedő barát. Bízunk benne, hogy lesz valami kis szajré. Fakanál. Jó, meg kardok. Ez vásárlós történet, vagy ellopós? Ellopos, jó. Akkor király, mert valamikről letört nekem, azt hiszem, vagy már visszaraktam? Már lehet, hogy visszaraktam. Ezen van egy 8-as, ezen egy 7-es, ezen egy 6-os. Mindegy, most ilyen egy-két sebzésért nem kezdünk el itt szenvedni. És ez micsoda? Az csak egy kötél. Jó, hát akkor viszont bevetjük magunkat ebbe a shrine-ba. Hogy mi lesz itt a feladat. Itt elvileg gondolom ilyen formákat kell így végighozni a lyukakon. Aha, csak hogy ez nem egy darab forma. Ja, most ezt így hozzá kéne atacsolni a fegyveremhez, ezt nem gondolod komolyan, hogy egy ekkorát. Tehát ezt úgy kell forgatni, hogy egyszer így, egyszer úgy. Nem, ez speciál így pont átfért. És akkor ebből lesz itt a híd. Ez a forgatás, ez még mindig egy picit nehezen áll rá a kezem. Szuper. Főleg így, hogy egy gagyi ugrást nem tudok kivitelezni rendesen. Tovább kéne vinnem azt a formát, vagy nem, itt már mással kell bénázni. Ott, mintha lenne egy láda fönt. Igen, ezt majd mindjárt kitaláljuk. Itt is vannak formák, amik ezzel pont fel tudok oda mászni szerencsére. Hát igen, itt ezt a forgatást egy kicsit gyakoroltatja velünk, ami mondjuk nem is baj, mert azért az még nem a
az erősségem. Pont a másik irány. Jó, és akkor ebből ide csinálunk ilyen feljárót. Feltéve, ha ezen így fel tudok menni. Nem. Akkor a lukba tesszük bele. Majd mindjárt valahogy. És akkor így ide bepöttyintjük. És akkor ez elvileg már csak ugrást igényel, és nem igényel mászást. És akkor egy oppált kérünk szépen cserébe a fáradozásainkért. Nagyon szeretnék egy oppált. Nem, egy turbo elixír. Szupcsi-mupcsi. Akkor ezt ide be. Zuzzantjuk a következő lukon. Talán így megdöntve. Hát egy picit noszogatva, de nagyjából átment. Jó. Hova kell ezt tennünk? Megint be a vízbe. Ha nem is így. Meg ha nem is így. Hanem... Össze-vissza nyomogatok mindent. Ez így elég lesz felugrálásra? Nem tudom. Nem vagyok benne biztos. Azért akik ilyen ábrázoló geometriából kicsit gyengébben szerepeltek, azok itt nem tudom, nagyon el tudnak szerintem veszni ezekkel. Azért elég sokszor olyan feladvány van, ahol egy kicsit így a fizika számít, meg az ilyen geometriai alakzatok ismerete, meg ilyesmi. Szóval jó pofák egyébként ezek a feladványok. Tehát egy kicsit így nem, szerintem eddig tök jó, tehát nem túl nehéz, de nem is túl könnyű. Tehát egy picit gondolkodsz rajta, és akkor tovább tudsz jutni, és ilyen nagyon jó pofa dolgokat kell építeni.